zsűrivel nagyon sok filmet megnéztünk az elmúlt hetekben. Nagyon széles a spektrum, nagyon bátor filmek is vannak, nagyon jó minőségű filmek is vannak. Nekem nagyon nagy örömöm, hogy elég sok magyar film is van a nevezettek között. Hargitay László vágó beszél az Adolf Cukor Nemzetközi Filmfesztivál sajtóeseményén Máté Szalkán. A neves szakembert a közelmúltban az Európai Filmakadémia tagjává választották, ő a háromnapos szemle zsűri elnöke. Nincs könnyű dolga az ítészeknek, hiszen a filmek versenyében nem csak szakmai, hanem szubjektív szempontok is érvényesülnek. A film az egy nagyon komplex alkotás, nem lehet egy-egy dologra lebontani, és adott esetben előfordulhat, hogy bizonyos szakmai bizonytalanságok vagy szakmai hiányosságok ellenére maga a film a legjobb film lesz, mert valami olyat, valami olyan formában üzen. Valahogy úgy tudja átadni az érzelmeket meg a történetet, hogy mégis hatásos, és adott esetben a kisebb bizonytalanságok még jól is állnak neki. A sajtóeseményen elhangzott, a rendezvény hiánypótló a térségben, hiszen itt eddig nem volt nemzetközi filmszemle, annak ellenére, hogy ebből a régióból származnak azok a legendás filmesek, akik lerakták Hollywood alapjait. A Paramount Pictures Ricsin született alapító atyáról ezidáig nem neveztek el filmfesztivált. Cukor Máté Szalkán végezte iskoláit, ahol 2021. októberében avatták fel a nevét viselő filmszínházat. Ez ad otthont a háromnapos eseménynek. Kicsit izgultunk, hiszen első, nincs referencia. Ezzel együtt 19 országból sok tucat film jelentkezett. Az előzsűri nagy munkája következtében 45 film került be a végső szakaszba, jelölti szakaszba. 21 díjat osztunk ki. Nagyjátékfilmek, dokumentumfilmek, rövidfilmek, animációs filmek különböző feldolgozásait láthatjuk, és hát természetesen a hagyományos fesztiválok felosztása szerint legjobb játékfilm, legjobb rendező, legjobb operatőr, stb. De a legfontosabb díj a közönségdíj lesz, hiszen ez a független filmfesztivál valójában azt az adott cukori szellemiséget követi, hogy a közönség sohasem téved, a közönségnek mindig igaza van. Ezért kérjük mindenkitől, aki majd itt lesz és részt vesz az ingyenes vetítéseinken, hogy szavazzon. X-elje be azt a filmet, amelyet megnézett és a legjobbnak tartott azok közül, amelyeket látott, és ezzel is vegyen részt a szavazásban. Augusztus 12-től 14-ig egésznapos, ingyenesen látogatható vetítéseken lehet megnézni a versenyfilmeket. Ezzel párhuzamosan szakmai programokra is várják a közönséget. Elismert filmesek többek között forgatókönyvírásról, az utómunka fontosságáról is tartanak előadást, és a sztárok világába is bepillanthatnak az érdeklődők. Vasárnap a Tony Curtis kávéházban Gábor Zsazsa özvegye hollywoodi történeteit osztja meg a közönséggel. A díjátadót szintén vasárnap a Szentpéteri Zsigmond Színházban tartják meg.